Nem akarom megölni. Mi? Miért nem tudom ölni? Jó, de jó. Ugye szét tudom csinálni. Azt az eget! Sziasztok srácok, és üdvözöllek titeket újra itt a Tutti SMP következő adásában. Hogy vagytok, mi újságó? Újra itt vagyunk fent a szerveren. És hát először is meg kell néznünk, hogy itt van... Diszpónolt. De... Azt írt... De azt írta a Wikipédia... A Minecraft Wikipédia... Hogy ne fog nézni... Kell egy tutti juice. Gyere velem! Ezt nézd, milyen hűtőn van. Milyen merő tutti juice-os hűtőn van. Yeah! Boy. Na! Vigasztalásképpen! Amúgy srácok, reál üzletekbe országszerte elérhető, sőt bevezető akció van a reál üzletekbe, úgyhogy ha van a környéketeken reál üzlet, csekkoljátok le, ott a tutti juice. Na szóval! Hát srácok! Még egyetlen egy dolog lehet amúgy, hogy Levi. De megkérdezem majd. Úgyhogy szeretnék most... 3 másodpercen ima csendet. Az elnevezetlen axolotlért. Így né. Na, jó, hát utána fogok járni ennek. Konkrétan emlékszem, hogy azt olvastam, hogy nem kell neki némteg, és Levi milyen szépen építi itt a házát. Nekem is azt kéne, de... Én előtte enchantolni szeretnék, és gyorsan megnézem, hogy Levi csinálta enchantoló szobát. Én valamiért úgy érzem, hogy igen. Cukornálat nem tudom, hozott-e haza, mert az is nagyon szükséges. Wow, milyen szép kis házikó lett itten. Van itt, még az enchantoló szoba nincs kész, ugye cukornának minden kéne. Figyelj, itt már, ő itt lekeríti a dolgokat, van neki kecskéje is. Nézd már, itt lekeríti a dolgokat, amúgy de jól néz ki, királyság. Na szóval, falu. Falut kéne keresnünk, mert falusira nagyon-nagyon szükségünk van nékünk. Úgyhogy én most szeretnék egy picikét felfedezni, falusit keresni, úgyhogy erre készünk, és aztán ígérem, elkezdem a házam, tudom, hogy nagyon-nagyon húzom, de egyszerűen én, látjátok, Levi feljön, építget órákig, én pedig kalandozni szeretek, én pedig bányászni szeretek, én pedig harcolni szeretek, én pedig minden mást, és nem az építkezést, ezt szerintem lehet is látni ebből a csodálatos házból, nem, de? Na szóval, van itt egy nagy chest, amiben így belehányok minden. Nem, a fás dolgok azok itt voltak. Szóval vinnünk kell magunkkal a kaját, hát egy vödröt még elvihetünk, de még kéne nekem kaja. Azért 8 kenyérrel elleszek, szerintem bőven elég egy csákány, hogyha elhagyom, akkor azért ne annyit hagyjak el. Meg tircsi torcs, és azt akarnám megnézni, hogy szerintem már megy le az nap, nem? Vagy nem? Meg kéne egy cocó, várj, van szedelem? Szerintem még szedelt nem kaptam. Csak name tag! Itt van a name tagem. Volt, aki kérdezte, hogy mit szeretnék vele. Hát falusit hozni a farmjaimhoz. Azt szeretnék én vele. Ajj, jó. Mindegy. Vigyek ágyat. Viszek ágyat. Viszek ágyat, az a legegyszerűbb. Még csak 2 bullom van. De most nem tudom eldönteni, hogy megy le a nap vagy sem. Úgyhogy inkább viszek magammal egy ágyat. Az a vissza. Szevasztok, bálánykáj! Hopp! Köszönöm szépen, már mentem is, itt sem vagyok, nem is történt semmi, nem is fájt nektek, igaz? Jó, ágyikó, gyönyörű fehér ágy. Oké, okay, shears se viszek magammal. Üres inventory kell, találok falut, akkor szanaszéjel kell lootolni. És, ugye, onnan jöttünk, arra már talán jártunk, úgyhogy valahogy nem erre kéne menni. Amúgy vinnék pacit is, csak nincsen szedelem, pedig... Jaj. Pedig a pacival nagyon tudnék vágtatni, várjál. Koordináták. A koordinátákat én lefotózom, jó? Az a legbiztosabb, ha megvan a telefonomba. Nem is biztos, hogy a mai részben visszatérünk. Lehet úgy elbandukolok, hogy ki tudja, mikor jövök haza. Na. Ezt eltüntetjük, és akkor let's go felfedezni! Mennyire jó lenne egy ló. Egy jó ló. Ha-ha-ha. Mennyi szép. Fehér ló. Fehér ló, fia. Uff.
Éppen hogy nyomtam azt a shiftet? Te fiú, milyen revin van itt. Ó, nem hoztam vizet. Aj, miért nem hoztam vizet? Leássunk. Na jó, ássunk le. Figyelj, azért tessék, már is vas. Igaz, falut keresek. Ez egy zombi volt? Igaz, falut... Ezt tudja, hogy egy zombi. Haló, haló. Várjál, ha itt kiásom magam alatt. Ú, jó. Nem, ez tudja, egy zombi. Falut keresek, de... Ezt gyorsan meg kell nézni. Hát... Au. Hát, ha van valami nagyon értékes. Még azért nekünk a vas is érték. Főleg a réz. Szabasz! Hűha. Nem, én most nem akarok bányát felfedezni, és mégis azt csinálom, mert nektek ilyenkor nincs az az érzésetek őszintén, hogy lehet itt van valami óriási diamond jelő, lelőhely, én meg... Hát igen. Itt nincs egy óriási diamond lelőhely. Én meg itt hagyom. Tudom, hogy itt vannak a blokkok, de, de most amúgy én falut mentem keresni. Falut. Falusi kell nekem. Sokat gondolkoztam, hogy ezeket a részeket felvegyem-e, vagy fogjam, azt vágjam ki, de mondom, így vagytok benne kvázi igazán a sorozatban, és megy is le a nap, úgyhogy én itt kialakítom otthonom. Főleg, hogy amúgy mindjárt is ásom a csákányomat. Mondjuk 6 percet tudok másikat csinálni. Na, én itt fogok most aludni. Jó, csak át emberek! Nem is olyan rossz ez a vándor élet. Nem is annyira rossz ez a vándor élet. Dehogy nem, borzalmas. Na, úgyis erre kell mennünk tovább, tovább, tovább. Jaj, nézzétek már nagy bocinak két kicsi bocia. Szavaztok, de cukik vagytok. Látjátok, ha otthon ülök, ilyet nem látok. Hozok is vizet a vedrembe. Teli veder legyek. Éjni, megmosakszok a tengerparton. Megeszem a halaimat. Úgy várjátok, már nem innen jöttem is. Ott van cukornád. Már jó. Már hasznos. Én esküszöm, erről jöttünk, srácok. Lehet, hogy kanyarodnom kell, mert nem akarok én visszamenni a spawnhoz. Cukornád, ez már jó. Mert Levi talált cukornád, csak nem hozta haza, mert ugye kell nekünk könyv. Ott tudjátok, mint változtatok az irányon. Na jó, Levi feljött a szerverre. Nem tudom, az a baj, hogy jobb lenne, hogyha lenne valahol közelbe falu, mert a falusit ugye el kell hoznunk. Azt nem lehet berakni egy toásba. Most hajóval a legegyszerűbb. De hát, hogyha nincs víz. Á, természetesen, hogy visszajöttem a spawnhoz. Természetes, hogy nem ide akartam jönni és visszajöttem. Itt a spawn. Oké. Na jó, mindegy. Hát akkor megyünk a spawn másik irányába. Felfedezzük legalább ezt is. Hú, itt milyen vastag fák vannak itt. Ismét hegyi kecskés részhez jutottunk. Mert ez egy teljesen másik irányba van, mint ahol a mi házunk. De ez is gyönyörű, hogyha valaki majd azt választja, aki csatlakozik a szerverre, hogy itt lakik, az ott egy láma. Várjál már. Szavasz, kecske, nincs itt üvöltő kecske? Azért az mennyire rare. Nem. Ezek normális kecskék. Az nagyon különlegesen találnánk egy süvöltő kecskét. Menjünk csak a láma irányába, az olyan érdekes lehet. Hoztam, milyen bánya lyuk van ott. Szavasz, láma! Mi nem vagyunk jó haverok. A modos Minecraftos sorozatomból kiindulva nagyon nem vagyunk jó haverok a lámákkal. Te se ordítasz. Ez se ordít. Ó, egy witch hat. Látod ezt, kedves Bori? Na, várj! Öcsém, is ott hagytam a vizet. Jó van! Ezt nézzétek, egy witch hat. Meg egy kra... Meg egy... Ó, itt már járt valaki! És egy fekete macska! De itt már járt valaki. És itt a vicc is. Vagy akkor... Ki járt itt? Tíz csirke? Itt már bizonyosan járt valaki. Hogy ezeket a lilipedeket én hazaviszem. Ez is jó lesz valamire. És itt van a vicc meg a fekete macskája. Van valamid?
Szavasz! Nem bántok! Nem! Ne dobálj! Nem akarom megölni. Annyi, hogy viszont ha nem öl, ő fog engem. Mondom, nem akarom megölni. És Levi ír. Hát meghaltam. De most már közelebb vagyok, mivel hogy itt vagyok a hegy. Ó, mi vagy? Ah, ez viszont jó, mert ugye tudjuk az utat. Itt mentünk el a spawn mellett. Jó, jó, jó. Oké, visszatalálunk. Remélem. Srácok, én csak kedves akartam lenni. Már Levi aludt, már elment egy éjszaka, már megöltem nem tudom mennyi malacot. És az egyiknek még ott volt a kisgyereke is. De elmélet, itt van. Hú, te! Mondom, kedves vagyok, nem ölöm meg a vícst. Benézek a házába, nem ölöm meg a vícst. Itt van a víz, amit leraktam. Hogy átváltozik a színe. Na, most meg kéne szerezni a kardomat. Mert most ugye ruha nélkül vagyok. Ide ne dobjál semmit. Helyes. Na. Nem jó. Hát ez megint meg fog ölni. Most mi? Miért nem tudom ölni? 2000 blokknyira? Hát de pedig valamit kell csinálni. Várjál. Én most harmadszorra rámegyek erre a rohadt boszorkányra. Most már csináltam magamnak fakardot. De az volt ugye a baj. Hú, most meghal. Ne így, ne így ad azt a potit! Nem tudom megölni. Na végre! Hallod már? Minden úszik a... Oh. Mindenhol úszik a cuccom. Na jó van, majd beszélünk, Hali. Na, csak közben Levi is felhívott, mert látta, hogy ugye megállás nélkül meghalok. Én nem gondoltam volna, hogy ezek a boszorkányok ennyire rossz szintű. Mondjuk boszorkányok, mit is gondoltam. De hogy megöljön... Hányszor ölt meg? Kétszer? Igen. Sétáltam vissza, ami az a szerencsé, hogy a spawnhoz közel. Mert amúgy, ha ez a spawntól távolabb lett volna, akkor végem lett volna. Na. Azt mondja, hogy most a macskáját is ki kell nyírnom. Bocsi macska, de nem menekülhetsz. Omajova. Hú, halljátok már a fülem is viszket, minden. Ah. Mondta Levi, hogy ő járt itt amúgy, de ő nem ment. Hallod? Na mi van? Mi van? Ezt a boszorkány édes anyukádért kaptad. Na, átúszok még erre, ugye, hogy is réhan menjek. Aztán meglátjuk, van-e arra valami. Na itt vagyunk, srácok, azóta egy nap telt el, ha jól tudom, hogy felvetem azt a videót. Itt vagyunk este, és itt vannak a lámák, meg egy wandering trader. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit ad, mert meg akarom nektek mutatni azt az egy nagy érdekességet. Szevasz, haver! Amit különbözik a tuti SMP más átlagos SMP-ktől, hogy a wandering tradernél be tudod szerezni a kis blokkokat. Ami azt jelenti, hogy ha fogsz egy emeraldot, egy cobblestone-t, akkor szerzel 8 kis cobblestone-t, és mint itt látod, ez a többi dologgal is így van. Ezt ki is akarom próbálni, mert ez egy érdekes data pack. Kell nekünk egy smaragd és cobblestone. Állj meg. Hova mész? Azt mondja, hogy egy smaragd és egy cobblestone. Így van, szereztünk cobblestone mini blokkokat, és mint látjátok, ez ilyen picike. Ez egy normál blokk, ez egy mini blokk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Most nem bántalak titeket. Valami változott, mint látjátok, kivágtam az összes fát, ezzel egy csomó-csomó logot szereztem magamnak. Ezt itt kiszabadítottam a bárányokat is. És azt mondja, hogy elültettem, voltam cukornádért, elültettem a cukornádat, és most már ez is szépen nő, sőt. Teljes mértékben meg is nőtt. Na, azt véletlenül kiütöttem. Teljes mértékben meg is nőtt. Elástam egy csomó ásót, egy csomó csákányt, mert elkezdtem, ahogy ígértem, a házamhoz építeni. Vagyis először is rombolni a dolgokat. Mint itt látjátok, csak eltört a pikexem. Teljes mértékben ez így tele volt nagy-nagy blokkokkal, ugye nézitek az előző részeket. Akkor láttátok, úgyhogy még egy kicsit kiebb kell ezt bővítenem, és akkor szépen el lehet kezdeni most már ténylegesen végre a házam építését. Nagyon, ne tetszik neked ez a kunyhó, kisapám?
Amúgy mik a rendes trédei? Várjál már, mert Red Dye, Moss Block, Dripstone, Dandelion. Ez egy zene, ami Kingának nagyon tetszik. Próbáljuk már ki ezt a blokkot. Jó, de jó! Ugye szét tudom ütni. Jó, és vissza is kapom. Oké, és amerre fordulok, arra rakja le. Na, ez egy kis... Úristen, de megijedtem. Jó, mert ez mint player head. Úristen, de megijedtem, Jesus Christ. Jó, akkor ez a data pack így működik. Úristen, mondom, felszedte a láma, mert akkor szétcsaptam. Lehet a lead az kéne nekem. Bocsánat. Mégis meg kell, hogy öljem a Wandering Trader. Sorry. Sorry, sorry, megöltem a gazd... de mérges rám. Jú, de mérgesek, nézd már, de mérgesek el, pöccintek itt egy tuttit. Sorry guys, kell a leash. Nagyon, nagyon bocsá. Nagyon bocsá, de kell a lead. Na. Nekrákogjál. Azt fogom csinálni, hogy csinálok egy enchanting table-t. Ugye kell nekünk könyv, kell nekünk diamond és kell nekünk obsidian. Ebből lesz nekünk hamarosan könyvünk. Van 2 darab diamondunk, és akkor kell nekünk obsidian. Ide kihányom megint a dolgokat. Ezt azért beteszem ide alulra. Haj, srácok, borzalmas, tudom ez a chest, de akkor csinálok, várjatok még egy chestet. Nem mintha az amúgy most már segítene a dolgokon. Itt legyenek a fás cuccok, ezt itt külön is leteszem. Szóval tényleg most már ide megy minden olyan, ami fával kapcsolatos. Bot, bármi, innen is. Mert az építkezéshez nekem sok fa kell lesz. Fa kell lesz nekem, meg kő kell lesz nekem. Csinálnunk kell most obszidiánt, meg csinálnunk kell könyvet. A könyvhöz kell nekünk papír, amivel most már van, és kell nekünk hozzá bőr. Ami azt jelenti, hogy köpködni fogtok mi. Az Isten áldjon meg titeket, sorry. Na, most már nem köpködtök, igaz? Hát ott ennyi volt. De benne mennyi, hello. Csémik be akarnak jönni a házamba, nézd már. Szóval el kell mennünk bőrér. Csak ide kihányom akkor a dolgokat, úgy ahogy ígértem. Test, tudod mi? Gergő nem válogat. Gergő ide behány mindent, most már úgyis mindegy, nem de? Ezt fogjátok csinálni? Azt az eget, milyen dupla köpést kaptam! Ennyit erről. Akkor halálra játok. Gyűlölöm a lámákat. És még adott bört is! Nesze! Meg is van az első... Meg is van az első könyvünk! Egy lámából készítettük. Láma könyv. Na jó. Addig nagyon a cukornádunk. Menjünk is ki. Hozok magam a búzát, mert azokat a bocikákat, amiket szétcsapok, azért szeretném kvázi vissza... Hát nem visszaültetni. Most defurán hangzik. Szeretném visszaültetni, hanem ugye azokat a bocikákat szeretném megkétszerezni. És akkor csak utána szétcsapni őket. Csak van 36 buzánk. Azt kell megnézni, hogy Levinek fent nincs-e bocia. Mert akkor már is könnyedén indulhatnánk. Jó napot, jó napot! És egy boci van. Egyedül. Nem á. Kettő. Tökéletes. Gyere. És gyere te is, csináltok kis bocit. Ott van még egy. Tökéletes. Köszönöm szépen. Itt szerintetek még találunk bocit, mert akkor innen már tudunk bocit szerezni. Na jó. Annyira ijesztő. Oké. Boci, boci, bú, moci, bú, moci, bú. Moci, bú. Jó van, Gergő, ez nem egy motor. Moci. Sorry! És ugye három könyv kell egy bookshelfhez. Szó, hogyha így gyorsan szaladunk egy kört, lesz még boci. Itt van egy terrénváltás. És nem adott? Na figyelj, itt van ez a creper. De nem adsz nekem? Na, Levi-fil levegő fák lettek itt. Pók is van, öcsém, van itt minden. Ott egy mélykaptár, mindig annak is használt vesszük. De most boci kéne. Na jó, megy le a nap. Menjünk vissza, nézzük meg, hogy neki van-e még amúgy. Mert az is lehetséges, hogy Levinek van, aztán a szokásos módon Levitől becsorjuk. Főleg, hogy ugye az enchanting rész az teljes mértékben közös lesz. Én most csak random majd beások. Nem a végleges dizájn csinálom meg. Ajaj, viszont menjünk csak vissza, mert vissza nem lesz olyan gyors. Azóta amúgy nem. Spawnolt egy... Boci!
Így bejövök, jó? Hello, hello, megérkeztem! Sorry! Teljesen mindegy. Tökéletes. Á, nézzek, itt a semmi se történt van, és a legjobb helyen vagyunk. Bűr! Wo ist Bűr? Szerintem sehol. Ó, van megőr... Ó, van Levinek saddle-je. Az nagyon jó. Hát elég szegényes a felhozatal, mit nem mondjak. Hát ebből nincs bűr. Az a fehér ló az nagyon ide akar jönni, lehet, hogy ő lesz az én lovam. Pedig Len ugye itt lesz majd a közös enchanting részünk. Ezt már megbeszéltük. Mindegy, én ezt ide random így berakom. Gyorsan beszaladál. És így nincs monsters nearby. Na. Elfogyasztom az utolsó vekni kenyerem. Obszidián! Már innen te! Öcsi pauk! Gyere le a házamról, illigy! Na, és nézzétek meg, Levibe ment a Netherbe. Pedig megbeszéltük, hogy együtt megyünk. Megcsinálta azt a portált. Legyen már itt Obszidián. Én még nem megyek be a Netherbe, én még kibírom. Na! Figyeld a Creepert, hogy bújdosik itt. Miért van a kezembe bőr? Áó! Hova ugrál, Smoke-a, Miki? Ez nem foglalkozott velem, hála az égnek. Gyorsan menjünk vissza. Senki ne kérdezze, jó? Nem ki... Nem történt semmi. Lehet, hogy... Én itt raktam a vizet és mellé ugrottam, de erről ti nem tudtok semmit, jó? Semmit! Azt mondja, hogy könyv, opszi, 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 ipszi, hupszi, enchanting table, és akkor könyvecskék, 4 darab, hát abból nagyon... Abból rengeteg könyvespolc lesz. Nem. De nem baj. Legalább lesz. Lesz belőle könyvespolc. Inni. 1. Mindegy, csak tudjak valamit enchantolni. Bár akkor nyugodt lesz a lelkem. És nem hoztam lapiszt. Nem baj. Szlopunk innen. Hát ha van Lepinek. Lepinek lapid. Lepinek a lapita? Itt van a Lepinek a lapita. Így, hogy meglegyen neki a hely. És akkor kezdjük mögötte. Ez már is így. Látod, már szíja is bele az okosságot. Na szóval, mit tudunk erre tenni? Azt mondja, hogy van rajta unbreaking, meg efficiency. Efficiency-t rá. Majd a többit rátesszük, ezt úgy is elásom. Nem biztos, hogy ez volt a legokosabb, de most nem ez érdekel, csak az, hogy gyorsan tudjak vele ásni. Enchantor. Szavasz bárány, te mit csinálsz itt? Úgyhogy, srácok, most már ez hosszabb rész lesz, úgyhogy muszáj vagyok elköszönni. Következő részben már házzal fogok jelentkezni, vagy felházzal, jó? Engem ismer, mint felházzal, nekem itt ezt most még le kell bontanom. Oj! Ezt nézd, efficiency 1. Ínye, húnye. Ezt itt nekem most nagy részt le kell bontani, úgyhogy ezzel most még el leszek foglalva. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek ez a mostani tuti SMP-s kaland. Ha igen, akkor veressetek egy lájkot, ha nem, akkor nyugodtan egy diszlájkot. Ezzel jelezvén írjátok le, hogy mit csinálunk a következő részben, és ne felejtjétek el, nálam napi királyságos videók minden egyes nap 18:00-kor, és hát a tuti zsúzi emberetek. Sziasztok!